Szárusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban foglalkozunk ezzel a KTM-mel. Ez egy TP KTM, és dugócserére hozták ide, meg ilyen általános átnézésre, még nem néztem rajta semmit. Együtt megnézzük, hogy miket szoktam átnézni rajta, és beszélünk egy keveset az olajokról, meg a hengerről, hogy szabad-e tenni olajat maga a tankba. Hát valamelyik Facebook csoportban látta, a nagy hiszti volt, hogy szabad tenni, nem szabad, itt teszel, úgy teszel. És megmondom azt is, hogy én mit szoktam tenni, már ezért ára is volt kérdés, és nagyjából ellenőrzem az egész motort. Bontás közben is, ha valamit meglátok, meg már azelőtt is, bontás előtt is nekiállok. Na, srácok, amiket szoktam nézni rajta, fék, kuplung, nyomáspontok, hogy milyen a nyomáspontjuk. Ebből következtethetek maga a garnitúrák állapotára, meg csára így is, úgy is lesz általában, amikor ide szokták hozni egy átnézésre, örökké maga a fékfolyadékokat lecserélem. Én egy évben az ájmet háromszor, négyszer is lecserélem. Az a legkevesebb, és hatalmas különbséget. Ha mész 15-20-30 órát is mész, megnézed a folyadékot, vagy a színe el van mennyben, vagy meg van feketedve, vagy meg van sárgulva. És az a szennyeződés öli maga a garnitúrákat, dugattyúkat, ilyesmiket. Na, hűtők állapotát bekukucsálok, átnézegetem, hogy nem-e valahol a víz szivárgott, mivel ha fagyálló van benne, kiszivárog, annak nyoma marad. Lábkák, megnézem lábkáknál, biztosítékok, rugók, ilyesmik megvannak-e, megnézem maga a himbát, erre van egy precíz módszerem, ennek biztos nincsen játéka, se a csapágynak, se a himbának. Lánc, fogaskerék állapota. Általában a fogaskerék állapota diktálja a lánc állapotát. Ha jó fogaskerekekkel jártuk, akkor sokat-sokat elmegy a lánc. Ha cseréled a fogaskereket, főleg az elsőt, hátsó az később fogy. Viszont a félvaslott fogaskerekekre hiába teszitek rá az új láncot, mert hamar szará fog menni. Maga kapcsolókar, fékkar, ilyesmi, hogy lóg-e rajta. Innát is kintről mit lehet látni. Mondom, ez bontás előtt, én bontás közben is ellenőrzem, de már bontás előtt átnézem. Ebből startból, amit észrevettem, maga az olaj, kék színű, maga a csevácskébe az olaj, úgyhogy nem motorexet használ biztos. Nem szoktam mondani az embereknek, ne használjanak mást, de ha kérdik, hogy mit ajánlok, motorexet ajánlok, azért ajánlok motorexet, főleg a pumpába. Ide a tankba, amit teszel, az gyakorlatilag tök mindegy, de a pumpának maga az olaj, amivel letesztelték maga a pumpát, konfigurálták a motort, az a motorex, és akár hogy csinálják, és akár hogy koppintsák egymást, az olaj viszkozitásba különbségek lesznek bizonyos hőmérsékleteken. Így én örökké gondom se volt soha, de motorexen kívül egyebet nem töltöttem az olajzójába. A tankba töltök, mikor tudom, olyan hardosabb terep van, és télen főleg töltök egy keveset a tankba is. Megmutatom azt is, hogy mit használok. Azt mondja, hogy valahol itt a pócon megkeresem. Tankba. Ezt egy szoktam használni. Egy nagyon-nagyon gyenge keveréket teszek belé. Ez
Függ, hogy ki mit. Általában én 25-30 milliliter teszek egy tájástankhoz. Egyáltalán van egy tájástankhoz. Aval meg nem is füstöl, és ad egy biztonságot. Amit észrevettem, hogyha teszek a tankba egy erős picit, mintha nehezebben főne fel a motor, később főne fel. Annyit vettem észre, hogyha teszek a tankba. Na, következő, mint mondtam, átnézem maga a hűtőket is, nem valahol szivárok, lukas, ilyesmi. Átnézem a kormánycsapágyat is, kettőt, hármat, zergés, hogy hallatszik maga az zergése. Belerugok kettőt, és érzem, hogy valami lóg. Érzem, hogy valami lóg. Hát kerékcsapágy. Kerékcsapágy ki van menve. Kerékcsapágy. Fékbetéteknek tartsának az állapota, amiket így átfutok. Mondom, ilyen minden apróságot, és még közben bontás közben is figyelem, hogy valamit veszek-e észre maga a vezetékekkel, ásúrlódást, valami ilyesmit, úgyhogy érdemes odafigyelni maga bontás közben is, mikor szedett szét, mert sok mindent észrevett. Na szóval, most akkor leveszem róla a hengert, mivel dugót kell cserélni benne, nem tudom még, hogy milyen van benne, de nincsen sok óra abban a motor, hogy milyen van benne, hogy milyen trendeljek le, és megnézzük a hengert, és megnézzük a portokot, hogy mikor fecskendez be, hogy hova jut az üzemanyag, és ha töltesz az üzemanyagba olajat, hova fog jutni az olaj. Úgyhogy most gyorsan nekiállok és szétütöm.
Na szóval, srácok, én láttátok, lekerült róla a henger, ami, megmutatom, meglepő módon szép állapotban van. Gondolom látszik a honolás, próbálom, úgyhogy a fény süssen, mert nagyon szép az állapota. Ja, nagy valószínűséggel ás lesz újra, azért lemérem pontosan. Amit láttok ott hátul, a két csikot, az nem kvarc, az olyanoktól nem kell megijedni, az a gyűrű illesztés. Ahogy tevődik össze, lefújja, lefújköztese, más színű lesz a henger, de azon is szépen megvan a hónolás, látszik rajta hónolási csikok, és sem. Szép az állapota, szép az állapota. Ezt kell tudni, a motorról 140, 140 valami órában van. Ahhoz képest 10 rosszabbra gondoltam, hogy én hamarabb szoktam cserélni. A 80-100 óra között az enyémbe lecserélem, de volt olyan is, amely 2-250-et ment. Megmutatom a dugót is. Lássátok, ez már kopott. Ez kopott. Nem zsugorodott, ez kopott. Kopott. Honnan tudom, nem zsugorodott? Úgyhogy itt fényes, itt pedig ilyen hebercses az oldala, az olaj megtartó rovátkák, itt tükör, gyakorlatilag látod magad benne. Ez nem lezsugorodott róla, ez a hebercs, hanem kopott, elkopott, az anyagból hiányzik, hiányos lett az anyag. Na, srácok, mit mondjak? Jaj, visszatérve az olajra, volt a hiszti, hogy tegyenek olajat, ne tegyenek, milyen tegyenek, mennyit tegyenek a tankba, hogy nem jut le a hengerhez, nem jut le a főtengelyhez, lejut, egy bizonyos mennyiség lejut. Ezt itt valamikor meg is néztem, volt, kézzel hajtottam át, néztem, mikor injektál be, és abban 100% vagyok, hogy lejut. Nem jut le az egész mennyiség, de jut le belőle, segíthet, sőt, még a gyűrűk közt is kerül be, nem marad olyan könnyen meg a gyűrűnek a hája, maga a hengerbe, a felső holdpontba, mikor tér meg, hogyha kevés olaj van benne. De nem kötelező tenni. Én hát ritkán szoktam én is tenni. Mikor tudom olyan igazán hardba, melyik akkor szoktam tenni. Egy tankhoz van egy 25 millis fecskendő, amelyik a felhúzatot társai 30 milli. Annyit szoktam egy társtankhoz tenni bele. Általában ezt tett rakom, mert észrevettem, hogy nem kokszol, meg nem füstöl, nincsen annyi füstje. Egy a százas keverékkel, jó olaj szeretem, így. Viszont maga a pumpához, az automatikus befecskendezéshez, én gyári olajat, amit ajánlnak, a Motorex-et szoktam használni. Azt ajánlják, arra volt a pumpa kalibrálva, adagolás, minden, viszkozitás. Azért nem, más se azt tud használni, valami kék olaj van benne, de én a gyárit szoktam használni. Azon kívül mondtam, ha akartok tenni, nyugodtan tehettek a tankba is. Megmutatom, hogy injektál. Ez nem úgy van, hogy mind a hengerfáján, hogy direkt befecskendezéses, hanem ide a karteron fecskendez. Lássátok, itt ez az ablak közös. Oda látszódnak az injektornak, látszik-e? Ott van az injektor. Látszik ott, ne. Ide fecskendez be. Ezek a járatok pedig direkt levezetnek a karterba. Valahogy úgy volt a dugó, mikor olyan fél ponton volt, nem tud, fokba is megmértem, volt azt hiszem 60 fokba. Akkor 60 fokba van a főtengely, akkor fecskendez be, úgyhogy biztos fog lefele is jutni. Nem az egész mennyiség, de egy jó mennyiség fog. Ha akartok tenni bele, tehettek, nyugodtan, nem fog történni semmi. Kicsit jobban fog füstölni a motor, meg annyi. Még amit észrevettem, hogy egy erős picit talán később melegedik a motor. Na, srácok, még mit szoktam? Jaj, még volt azzal is, hogy minden dugócserénél hónolás.
Hát én nem ajánlom azt, ott, ha egyszer a hónolásod jó, látod, hogy jó, nem, nincs kifényesedve, tökéletesen megvan a hónolás, nincs mély hónolni. Mét azért minden egyes hónolással anyagot veszel le belőle, és volt olyan motrom, hogy már használtam ettens, még utána hat dugót cseréltem benne, és a hónoltam volna, abból lett volna három vagy négy. Úgyhogy azt kell tudni, a hónolás az egy fajta csiszolás, aval anyagot veszel le belőle. Ha egyszer tökéletes a hónolás, az nincs mit hónolni. Hónolás mikor szokott szará menni? Nem cserélik a légszűrőt, nem cserélődik a légszűrő, kopott a dugó, kalimpál benne, elveri maga a hengert, oválisá. Eltűnik onnan a hónolás, akkor muszáj hónoltatni. Hát meg oválosodik a henge. Na, még valamit, nagyjából ennyi. Ezt lemérem, megrendelem bele a dugót, kap új dugót, mint mondtam, ki van a első kerékcsapágy, ilyesmi, mert ilyen apróságok, dülésnél találkoztam még a csavar, ki van onnat véve a hosszú csavar, végiből az anya, oda esztergálok egy másik csavart, mert fú, küzdtem erősen, még levettem ezt az ülést, mert gondoltam, felgyújtom. De összességében szép állapotban van. Na, srácok, nagyjából ennyi lett volna ez a videó, és majd találkozunk egy másikba. Szerbusztok! Cserétek az olajat, a légszűrőt!